Tisztelt lövei diákok! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a lövei kapujába. Ez a kapu szimbolikus tér, bemenet és kimenet. Az érettségi előtt állnak, azt kívánom Önöknek, hogy ez a rendhagyó körülmények között tett érettségi jól sikerüljön, hiszen ez most többről szól, mint amire eddig készültek. Szól arról, hogy hogyan tudnak helytállni nehéz körülmények között. Abban bízom, hogy Önök itt a lőveiben annyi muníciót kaptak az élethez, hogy meg tudják oldani az élet problémáit. Nagyon számítok Önökre. Talán emlékeznek még arra a jelenetre, amikor a gyűrűk urában Frodo és Samu Mordor sötét országába mennek, hogy végrehajtsák feladatukat. A legnehezebb szituációban az segít rajtuk, hogy vissza tudják idézni az otthon melegét, a barátságot, a szeretetet. Nagyon fontos az, hogy ki miben hisz. Ilyenkor látszik az, hogy egy-egy ember mennyit ér. Azt kívánom Önöknek, hogy legyen erős hitük abban, hogy van értelme az életünknek. Azt kívánom, hogy tudjanak döntéseket hozni, és azt kívánom, hogy tudjanak cselekedni. Itt a Lővei Klára gimnáziumban mindig erre neveltük Önöket, és abban bízom, hogy a következő időszakban is emlékezni fognak ezekre a gondolatokra, és a megélt tapasztalatok segítségével helyes döntéseket fognak hozni, és jól fognak cselekedni. Azt kívánom Önöknek, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, Önök is képesek legyenek erre. Hittel, döntésekkel, cselekvéssel. Szeretném megköszönni az Önök szüleinek, tanárainak, barátainak azt, hogy segítették Önöket. Kérem, tegyék meg Önök is ezt. Gondolják végig azt, hogy kik a fontosak az Önök életében. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és bízom abban, hogy megőrzik emlékünket a szívükben. Isten áldja Önöket! A csillagokra, oh, oh, oh.
amit úgy mondani. Még halkan nem vagy idegen, szól a dal, bennem él. Látod rajtam, hogy ez jó nekem, mint a hold, ki éjjel remény csal a csillagokra. Kedves osztályom! Ha március elején valaki megkérdezte volna tőlem, hogy milyen lesz a tanév vége és a ballagás, akkor biztosan azt mondtam volna, hogy április elején elültetjük az osztály saját kis mini erdejét. Készül a tablónk, készülünk az érettségire, a búcsúzásra, a szerenádra. Aztán március közepén egy pillanat alatt változott meg minden. Pénteken még úgy köszöntünk el egymástól, hogy hétfőn találkozunk. Este pedig megtudtuk, hogy nagyon sokára fogjuk egymást újra látni. Aztán valahogy belerázódtunk a digitális oktatásba. Haladni is tudtunk, de mindannyian úgy éreztük, hogy azért ez mégsem az igazi. A tablónk is elkészült, szerintem fantasztikus lett, itt láthatják a háttérben. Kár, hogy nem tudjuk büszkén megmutatni a nagyvilágnak. Nem adatott meg, hogy sírva, nevetve, egymást átölelve elbúcsúztassuk ezt az öt együtt töltött évet. Az emlékek azonban örökké velünk maradnak. Zánka, Abaliget, Orfű, Óbányáról túra hosszú heténybe, Eger, Sopron, Ausztria, Liptód, Anglia, a szalonna sütések a mecsekben a kollégium udvarán, a közös főzések, a népdeléneklési versenyek egyre jobb eredményekkel, a művészeti fesztivál, a közös sportolásaink, a színház, a koncertek, jutalomkirándulások, és végül a szalagavató tánc. Öt év hosszú idő. Mindannyian változtunk, formálódtunk közben, vitatkoztunk, kiabáltunk, sírtunk, nevettünk, kibékültünk, és beszélgettünk. Az öt év most így visszatekintve gyorsan elrepült. Ti pedig észrevétlenül felnőttetek. Végignéztem az elmúlt öt év alatt készült több száz fotót rólatok. Kezdve a zánkai táborral, amikor kisgyermekként életetek új szakasza kezdődött azzal, hogy kollégisták lettetek. Megtanultatok beilleszkedni egy új közösségbe, ismerkedtetek az együttélés szabályaival. Életre szóló barátságokat kötöttetek. Életetek ezen szakasza most lezárult. Ilyen osztályközösségetek többen nem lesz. Ezért őrizzétek meg, kérlek, a jó emlékeket. Szívből kívánom nektek, hogy teljesüljön minden álmotok. Legyetek nagyon boldogok. Az előttetek álló vizsgához pedig sok sikert és egészséget kívánok. Azt gondolom, hogy azt az üzenetet szeretnénk nektek adni, kedves végzősök, hogy azt a két dolgot, amit talán a legjobban szerettünk volna, amit nekünk is talán a legnehezebb minden nap újra termelni, az emberséget és a helyes értékítéletet valahogy szeretnénk nektek továbbadni. Azt hiszem, hogy nem kell ezt tovább bonyolítani, hiszen a legegyszerűbb üzeneteket is el lehet mondani a legegyszerűbben, ahogy dömdödöm teszi azt a négyszögletű kerekerdőben, hogyha a megfelelő hangsúllyal ejti ki azt, hogy dömdödöm. Tehát Isten áldjon benneteket, hogy Jodát visszaidézzem, az erő legyen veletek, és kívánok nektek nagyon sok sipert és boldog éveket. Köszönöm szépen! Kedves végzősök! Különleges időszak, különleges lezárásához érkeztetek. A ti érettségitekre biztos, hogy mindenki emlékezni fog. Azt kívánom, hogy az eddig befektetett idő és energia megtérüljön, és jó eredményeket tudjátok azt váltani. Nem sokára találkozunk személyesen, és addig is minden jót kívánok nektek. Kedveseim, most azért szólok hozzátok, hogy buzdítsalak, bátorítsalak benneteket ebben a nehéz helyzetben. Én hiszek bennetek, bízom bennetek, és kérlek benneteket, tegyétek ti is ugyanezt. Bízzatok önmagatokban. Mutassátok meg, hogy milyen erősek vagytok. Milyen érettek vagytok. Én tudom, hogy ti erre képesek lesztek, és ez menni fog. Sok-sok sikert kívánok nektek a vizsgákhoz, és ne feledjétek, mi is ott leszünk, és segítünk benneteket mindenben, amiben csak lehet. Nagyon jó felkészülést kívánok nektek. Vigyázzatok nagyon magatokra, és tudjátok, nagyon szeretlek benneteket.
Kedves 12. F-esek, hát nem így képzeltük ezt a mai napot, de semmi baj, majd bepótolunk mindent. Én elsősorban önöknek szeretnék természetesen mindenféle szépet és jót kívánni itt a, elsősorban most az érettségi időszakra, de aztán a továbbiakra is. És meg szeretném osztani önökkel azt az idézetet, amit felolvastam volna a tanteremben, hogyha módunk lett volna erre a ballagás napján. Ottlik Géza, az iskola határomból szeretnék egy részletet felolvasni önöknek. A tehetetlen összetartozásnak időtlen időkre szóló köteléke bogozott össze bennünket, valami, ami kitermelődött, tejsav vagy gyanta, a sebekből, izomlázból, fájdalomból, törekvésekből, és lehetővé tette, hogy éljünk. Valami, ami talán kevesebb a barátságnál, és több a szerelemnél. A civilek is össze vannak kötve, a Himalája hegymászói, a szerelmesek, mert másként nem megy a dolog. Mi azonban ráadásul tudtuk, hogy mindenen túl mindnyájan külön mérkőzést játszunk a magunk sorsával. Ha jaksot agyonlövik egy falnál, ez az ő dolga lesz. Téves, hamis és fölösleges volna ehhez bármiféle részvétünk, hiszen hozzá sem tudunk szólni, és azt sem tudjuk megmondani, hogy vajon végleges vereséget szenvedette, vagy éppen fordítva, alaposan kicsellózott ilyen módon a sorssal. Nem ismertük a játék szabályait, csak azt tudtuk, Szeredi is, Medve is, én is, maga Jaks is, hogy egy ponton túl, mint mindnyájan, már egyedül vívja ő is a nagy mérkőzését, és senki emberfia nem jöhet a segítségére. Ezért volt szívósabb és tartósabb a mi kötelékünk, mint a hegymászóké vagy a szeretőké, mert ez a tudás is bele volt szőve. Azt szeretném még így búcsúzóul mondani a 12. F-eseknek, hogy én nagyon-nagyon örülök annak, hogy végül így alakult ez az időszak, hogy egy kicsi időre is az osztályfőnökük lehettem, és természetesen az egész évfolyamnak szeretnék nagyon sok sikert kívánni. Mondta, mit viszel magaddal, vigyel örömmel a haraggal, az élet egy színház, egy színpad, hol könnyen elégsz. A nagyfőnök fentről az megrendez, a végén majd ő dönt, hogy tetszette, s ha úgy érzi, jó játszó, megnyílik fentről az ég. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy, mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem marad, mint a világot rejtő bűvészkalap, a színpadról látom az arcot, hát viszem haza. Sőt, egy csákát ígérni, itt hagyod bánatod, orrod lógatni nem ér. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindent mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem marad, mint a világot rejtő bűvész alap. A színpadról látom az arcot, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem marad, mert itt van az otthon és itt az a szívem. Ami velem marad, mint a világot rejtő bűvész alap, a színpadról meglátom is.